feltesszük azt a kérdést, hogy mikor kezdődött a Horthy korszak, az egyértelmű válaszunk 1920. március 1-je, ugyanis ezen a napon választották meg Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává. Azonban ez a megválasztás nem volt egy ilyen egyszerű történet, ahhoz, hogy megértsük a gyökereit, vissza kell mennünk 1919. augusztusának első napjaiba, ugyanis a magát büszkén ellenforradalminak nevező tábor előtt ekkor nyílt meg az út, ugyanis a Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én bukott meg. Több ellenforradalmár csoport is tulajdonképpen versengett a hatalomért. Szegeden közismert a szegedi ellenkormány, ellenforradalmi kormány. Horthy Miklós ennek volt a hadügyminisztere, illetve az itt szerveződő nemzeti hadsereg fővezére, de őket megelőzve Budapesten egy másik ellenforradalmár csoport Friedrich István vezetésével augusztus 6-án puccsal elkergette a hatnapos szociáldemokrata kormányt, így formailag ők ragadták meg elsőként a hatalmat. A szegedi kormány ezek után feloszlott, de Horthy Miklós függetlenítette magát a nemzeti hadsereg fővezéreként ettől a szegedi kormánytól, és áttette működésének székhelyét Siófokra. Hát ez egy meglehetősen furcsa helyszín, nem szokott Magyarországon központi funkciókat gyakorolni Siófok, érdemes végig gondolni, miért is. Horthy ránézett a térképre, és azt látta, hogy a magyar történelem egyik mélypontjaként 1919. augusztusában a románok nemhogy Budapestre bevonultak, de egészen Győrig előre nyomultak. Tulajdonképpen a Dél-Dunántúl volt az egyetlen olyan terület, amely nem állt román megszállás alatt, ezért tette át ide Horthy a székhelyét. De itt még mindig távol vagyunk attól, hogy egyáltalán Budapestre jusson Horthy, és kormányzó legyen belőle. A következő, mintegy két hónapban meglehetősen meddő kormányalakítási próbálkozások voltak Budapesten, ugyanis az Antant nem fogadta el a Friedrich István által vezetett kormányokat, a szociáldemokraták csatlakozását várta el hozzá, de a szociáldemokraták pedig Friedrichel nem voltak hajlandók kormányt alakítani. Végül a brit külügyminisztérium egyik vezető diplomatája, Sir George Russell Clark érkezett Magyarországra, és ő, aki tárgyalásos úton elérte, hogy egyfelől Budapesten megalakuljon a koncentrációs, koalíciós kormány Friedrich visszalépésével, ezt már az Antant elismerte, másfelől a románok kivonuljanak, nem csak Győrtől, Budapesttől, egészen a Tisza vonaláig első körben, végül pedig harmadrészt Horthy Miklós tudott bevonulni Clark tárgyalásai nyomán Budapestre, garantálva, hogy a nemzeti hadsereggel, ami ekkor Magyarország egyetlen jelentős fegyveres ereje volt, Budapesten fenn fogja tartani a rendet. Így érkezik meg Horthy 1919. november 16-án Budapestre. Az események aztán 1920. januárjában gördülnek tovább, hiszen a közjogi folytonosság vagy a közjogi konszolidáció fonalát föl kell venni, és ez a nemzetgyűlési választások keretében fog megtörténni. Ez volt a magyar történelem során az első nemzetgyűlési választás, ami több párti módon és általános választójog mellett zajlott le, tehát 1920. január elején, január végén. A Kisgazda párt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja abszolút többséget szerzett, ők voltak a két legnagyobb párt. A választás némileg beárnyékolt, hogy a szociáldemokraták nem vettek részt a választásokban az őket érő atrocitások miatt. A következő lépés, hogy mi legyen az államforma. A nemzetgyűlés elsöprő többsége egyetértett abban, hogy Magyarország államformája a királyság. Olyannyira, hogy még csak törvényt sem kell alkotni róla, hiszen a korabeli jogértelmezés szerint mind a Károlyi féle berendezkedés, mind pedig a Tanácsköztársaság illegitim volt, ezért meg sem szűnt Magyarországon a királyság. Nem is alkottak erről új törvény, egy miniszterelnöki rendelet rendezte az állami intézmények névhasználatát, tehát nagyon érdekes, hogy egy miniszterelnöki rendeleti szintű jogszabályból derül ki, ha valaki utána akar nézni, hogy Magyarország királyság maradt, de amúgy arra hivatkoztak, hogy ez nem szűnt meg, tehát a magyar történeti alkotmány folytonos. Ha megvan, hogy királyság vagyunk, akkor kellene egy államfő is. Ki legyen az államfő, ki legyen a király. Ez egy nagyon erős, meddő vitává fajult a legitimisták, akik a Habsburg IV. Károly visszatérését evidenciaként kezelték, és a szabad királyválasztók, akik pedig azt mondták, hogy üres a trón, új királyt kell választani, tehát ők közöttük. Mint hogy még trianoni békediktátumot nem írtuk alá, úgy döntöttek, hogy ezt a nagy horderejű kérdést még nem lehet elrendezni. Tehát egy ideiglenes megoldásra van szükség. Az ideiglenes megoldásra pedig már a magyar történelem számos alkalommal biztosított, mutatott példát, leghíresebb eset Hunyadi János esete, mint hogy kormányzó volt, így tehát megállapodtak abban, hogy addig, amíg nem rendeződik el véglegesen a kérdés, kormányzót választanak Magyarország élére. Már csak az a kérdés, hogy ki legyen a kormányzó. A korban több személyiség neve is
is fölmerült ezzel kapcsolatban. Az egyikük József főherceg volt, aki a Habsburg ház tagja és nagy sikereket elért első világháborús tábornok volt. Őt végül az Antant tiltakozása miatt visszalépésre lehetett kényszeríteni, ebben valószínűleg Horthy keze is benne volt. Apponyi Albert másik nagy tekintélyű politikus, ő is úgy ítélte meg, hogy Horthyval szemben nincsenek esélyei, végül Horthy maradt az egyetlen szóba jöhető jelölt, aki mellett a másik nagyon fontos tényező az Antant egyértelmű támogatása volt. Horthynak nagyon jó angol kapcsolatai voltak ugyanis, illetve az Antant benne látta azt a személyiséget, aki Magyarországon a rendet garantálni tudja. Így tehát tulajdonképpen 1920. február végére már eléggé egyértelmű helyzet volt. Elsőként elfogadták február 28-án a 21-es törvénycikket, amelyik az ideiglenes közjogi helyzetet szabályozta és a kormányzói hatalmat írtak körül, majd ennek nyomán másnap sor került a kormányzó választásra. A választás egyértelmű győztese Horthy Miklós lett, 131 szavazatot kapott, 7 szavazatot kapott Apponyi Albert, annak ellenére, hogy ő visszalépett, és volt még 4 érvénytelen szavazat is. A rossz nyelvek, kommunista történetírás sokszor hangsúlyozta, hogy különítményesek tartózkodtak a nemzetgyűlés épületében, az országgyűlésben, de nem ez döntötte el a szavazást, sőt, ettől függetlenül is Horthy győzött volna. Egy érdekes epizód még a választással kapcsolatban, hogy Horthy Miklós meglepetésre nem fogadta el a tisztséget, mert szűkösnek tartotta a kormányzói jogokat. Végül a nemzetgyűlés küldöttsége, Horthy emlékiratának tanúsága szerint Rakovszky István házelnök, azt mondta, hogy akkor diktálja a feltételeit, minden esetre egészen biztos, hogy a pártvezérek által aláírt dokumentumban garantálták, hogy bővíteni fogják jogköreit, erre egyébként sor is került már 1920 nyarán. Így tehát elhárult az utolsó akadály is, és 1920. március 1-én Horthy Miklós letette a kormányzói esküt, ám ekkor kevesen gondolták, hogy ez nem egy pár hónapos intermezzo lesz, hanem Magyarország történetéből egy 2,5 évtizedes időszak. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com